Tervezéssel, aprólékos munkával, lemezcsiszolással és az égető kemence melegítésével kezdték a napot azok, akik ellátogattak az Ady Endre könyvtárban megrendezett művészeti foglalkozásra. A Barangoló Kulturális Egyesület már 6. alkalommal tartotta meg a 4 elem tűzzománc alkotóműhely elnevezésű programot. Az eseményen 3 féle művészeti folyamatot sajátíthattak el a résztvevők, így az iszapzománc technika mellett a sodrony és a rekeszzománc rejtelmeit is megismerhették a művészet kedvelők Maldrik Gábor vezetésével. Legtöbben fali kép készítésével töltötték az időt, de voltak olyanok is, akik színes, díszes medálokat és különböző ékszereket készítettek. Nagyon hamar betelnek ezek a foglalkozások, és tényleg igazából ugye, tehát saját magukon keresztül a saját érzelemvilágukat ki tudják fejezni egy olyan fajta technikával, amit igazából otthon nem tudnak megvalósítani, hiszen ugye ez speciális festékek, kemencekkel és különböző eszközök, amikkel meg tudják csinálni. És nagy érzés az minden embernek, hogyha tényleg egy olyat alkot, akár a falára ki tudja tenni, vagy el tud viselni, vagy hordani tud egy ékszert, hogy ezzel saját maga készítette. Zétény Zita először vett részt a foglalkozáson. Azt mondta, jó érzéssel tölti el, hogy alkothat. A tűzzománc alkotó műhelyben vagyunk. Én egy kis képet szeretnék elkészíteni, és úgynevezett rekeszzománc technikával. Itt a lealapozott vörös rézlemezre apró drótokkal kirakom a mintát, kihajlítgatom, és utána ez festékkel kerül kitöltésre, majd ez kiégetésre kerül, és elkészül a kép. A tűzzománc képek a foglalkozáson 3-4 óra alatt készültek el, a megvalósított munkákat pedig haza is vihették a résztvevők. A műhely munkán eddig csaknem 100 érdeklődő volt már jelen. Gyermekek és felnőttek egyaránt csatlakoztak az alkotáshoz.